Szabó Lőrinc, Zhuangzi álma. 2000 évvel ezelőtt Zhuangzi, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban mondta, ez a lepke voltam. És most egy kicsit zavarban vagyok. Lepke, mesélte. Igen, lepke voltam, és a lepke vígan táncolt a napon, és nem is sejtette, hogy ő, Zhuangxi. És felébredtem, és most nem tudom. Most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság? Melyik lehetek? Hogy Zhuangxi álmodta a lepkét. Vagy a lepke álmodik engemet. Én jót nevettem, ne tréfálj, xi Ki volna, te vagy, Zhuangzi, te tehát. Ő mosolygott. Az álombeli lepke épp így hitte a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán valami mégis megborzongatott. Kétezer évig töprengtem azóta. De egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zhuang Xi álmodja a lepkét, a lepke őt, és mindhármunkat én.